Meghallgatták a kisebbségi jogok helyzetéről a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat képviselőit az Európai Parlamentben működő frakcióközi kisebbségi intergrup őszi első ülésén. A jogvédő szolgálat vezetője Benkő Erika számos jogtiprásról számolt be. Elengedhetetlen, hogy határozottan hallassuk hangunkat a kisebbségi jogfosztások ellen, hangzott el a meghallgatáson. A kisebbségi intergrup őszi első ülésén Vince Lóránt és Winkler Gyura RMDSZ-es LP képviselők meghívására a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat igazgatója Benkő Erika számolt be a kisebbségvédelem területén tapasztalható kihívásokról. Az iskolai román nyelvtanulás nehézségeiről, a kisebbség szimbólum használatának büntetéséről, a lelátókon egyre gyakoribb gyűlöletbeszédről és az uszvölgyi incidensekről is beszélt. Kifejtette, közös uniós standardok nélkül a kisebbségvédelem nem működhet következetesen, és bár akadnak jó példák, de vannak olyan tagállamok, amelyek hallani sem akarnak a területükön élő őshonos és nyelvi kisebbségekről. Az uniós polgárok egyenlőségéről addig nem tudunk beszélni, amíg az őshonos és nyelvi kisebbségi közösségek tagjait diszkrimináció éri az oktatásban, a nyelvhasználatban vagy egyéb téren, fogalmazott. Nekünk továbbra is határozottan hallatnunk kell hangunkat a kisebbségi jogfosztások ellen, hívta fel a figyelmet az ülésen Winkler Gyula RMDSZ-es EP képviselő. Ami igazán aggasztó, amellett, hogy jogtiklások, jogfosztások vannak, az, hogy tulajdonképpen vissza lehet fordítani a történelem kerekét, vagyis a szerzett jogok visszavonhatók. És ez sajnos nem csak Romániában, hanem az Európai Unió más tagállamaiban is észlelhető. Ezért nyilvánvaló, hogy folytatni kell, és soha nincs szünet abban a tevékenységben, amely egyrészt a jogfosztások jelzéséről szól, másrészt pedig arról, hogy továbbra is határozottan hangoztatni kell azt az álláspontot, miszerint szükség van egy Európai Uniós szintű nemzeti kisebbségi és nyelvi közösséget jogait védő kereti intézkedésre. Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló keretegyezményének tanácsadó bizottsága legfrissebb jelentése egyébként egy másik jelenségre is rávilágít, tételesen arra, hogy Romániában foglalkozni kell a kisebbségekkel szemben elkövetett rendőri visszaélések kivizsgálásával és szankcionálásával is.